Az első Borsodabói Zemplén megye kincseink díjazottjai között volt a Megyerhegyi Tengerszem is. A Sárospataki Helyi Értékbizottság javaslatára több mint 50 érték szerepel már most is a megyei listán. Ezek közül a természeti környezet kategóriában kapott most elismerést a város az első megyenapon. Én úgy gondolom, hogy ez elismeri a Sárospataki Értéktárbizottságnak a munkáját, minket pedig arra ösztönöz, hogy ezt az értéket, amely egyedülálló nem csak a megyében, hanem valószínűleg egész Magyarország, hiszen kétszer nyerte már el a Tengerszem a legszebb természeti érték címet Magyarországon belül is, tehát arra ösztönöz minket, hogy a Tengerszemmel kapcsolatos elképzeléseinket azt valóra váltsuk, tovább fejlesszük, megközelíthetőbbé tegyük. Sárospatak szerencsés helyzetben van, hiszen több kategóriában számos helyi értékkel rendelkezik. Feladatuk az, hogy ezt megismertessék az ország, sőt a világ más részein élőkkel is. A Tengerszem esetében ezt egy internetes szavazás is segített, amelyben az ország 7 legszebb természeti látnivalói közé sorolták a helyet. Hát mindenképpen van egy olyan fajta misztikum, érdekesség, különlegesség, és hát maga megközelíthetőség is egy igazi kalandtúra, amely vonzza a közelebbi és távolabbi érdeklődőket, és reméljük, hogy ha ennek a díjnak a híre elterjed, akkor ez még inkább erősödni fog, és a látogatói létszámban is megmutatkozik. A Megyei Értéktár Bizottság agrár és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, kulturális örökség, természeti környezet, turizmus és vendéglátás kategóriában emelt ki egy-egy díjazottat. A cél a figyelemfelhívás volt. Nem biztos, hogy minden település életében fontos az, hogy egy hungarikumot képviseljen vagy ápoljon. Természetesen ez egy kiváltság a település számára, de nem mindenki rendelkezhet ezzel, viszont nagyon sok olyan helyi értéke van a településeknek, amit sehol máshol nem ismernek, és pontosan ez lenne a cél, hogy ezeket a helyi értékeket minél jobban megismertessük kívülállókkal. A hat díjazott egyike volt a Cigándi Apró Béles is. A Bodrog Közt Tájmúzeum alapítvány tagjai meg is kóstoltatták az immár megyei értékként szereplő ételüket. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, és örömmel jöttünk itt az egész csapat. Kora reggeltől tüsténkednek az asszonyok, hogy frissen készüljön a mai rendezvényre résztvevőknek ez a finom étel. Garadnai pisztránktenyészet, Zsóri gyógy és strandfürdő, Vizsai református templom is az idén kiemelt értékek között van, ahogyan a hollóházi porcelán is. A hegyközi falu ebben az esztendőben januárban alapította meg a helyi értéktár bizottságot, és jelölte a híres terméket megyei védelemre. Helyi értéktár bizottság elsőként a hollóházi porcelánt és a római katolikus templomot vette fel értékek közé, település értékek közé, majd ezt a megyei értéktárba is továbbítottuk. Nagy örömünkre mind a kettő felvételt is nyerte megyei értéktárba, és a legnagyobb örömünkre a mai napon a hollóházi porcelán el is nyerte a kategóriában a megyei értékdíjat, amire nagyon büszkék vagyunk. Az átadó után a megye díjazottjai kézjegyükkel látták el a magyar értékek vándortérképét.